Eddig szerbek ezrei veszítették el megélhetésüket a koronavírus járvány miatt. Idén a tél közelettével pedig nem csak a hajléktalan szállók teltek meg, de a napközbeni gyermekotthonok is. Az úgynevezett fogadó Belgrád belvárosában található, a 2007-ben alapított intézetben nem csak felmelegedhetnek és jól lakhatnak a gyerekek, de barátkozhatnak és tanulhatnak is. Itt mindenki 5 és 15 év közötti. Az a közös bennük, hogy nagyon szegények és iskolába járás helyett az utcán dolgoznak, mesélte a napközi egyik vezetője. A fiatalok eddig az utcákon koldultak, a kijárási korlátozások kezdete óta viszont egyre kevesebb az adakozó. Mások műanyag és fém hulladékot gyűjtöttek, de a válság miatt ezeket már csak harmadáron veszik be. Az otthonban 13 szociális munkás és pszichológus próbálja jó irányba terelni az életüket. A fogadónak köszönhetően felvettek egy gimnáziumba, így jobb ember lehet belőlem, mondta Boszkó, a szervezet egyik pártfogoltja. Csak a szerb fővárosban több ezer fiatal él, nem hivatalos nyomornegyedekben, iskola és szociális ellátás nélkül.